Fehér Gyarmaton a leveles iskolába hívta a falusi turizmus iránt érdeklődő szakembereket az idén 30 éves vármegyei szervezet. A Via Tisza által szervezett projekt keretében a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei FATOSZ elnökeként én is szóhoz jutok, és az a szerepköröm itt, hogy tájékoztassam a megjelent vendégeket, hogy hogyan is és milyen új fejlemények vannak a falusi turizmus vendéglátás területén. Hát én azokat a terveket fogom előadni, amelyek már most is zajlanak, tehát új honlap, új felületeket hozunk létre, online felületeket, amelyen el tudjuk érni a falusi turizmusban szereplő vendéglátókat, vendégszállásokat, hogy azokat összefogva egy egységes arculattal és egy azonos gondolat mentén tudjuk kínálni megyénk értékes területeit, látnivalóit, attrakcióit, hiszen nagyon sok érdekes és értékes területünk van, és a falusi turizmus, mint egyre népszerűbb szálláshely, véleményünk szerint nagyon, nagyon lényeges eleme lehet ennek, és azok, akik ide messziről ellátogatnak hozzánk, azok jó szájízzel és elégedetten távozzanak és visszatérjenek mi hozzánk. A FATOSZ, vagyis a Falusi és Agroturizmus Országos Szövetségének elnöke azt mondta, a helyi az egyik leginkább sokszínű vármegyei szervezet az országban. A sokszínűségről ugye már csak úgy is beszélhetünk, hogy maga a megyének a neve, ugye Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, tehát már három kifejezés kell hozni, hogy a sokszínűséget bemutassuk. Ez megjelenik a természetes vonzerőkben, az építetetőségben, a kultúrában, a határközeliségben. Ez mind-mind olyan vonzerő, amit a turisták igencsak szeretnek. Nagyon sok falusi szálláshely található ebben a megyében, ebben a kiemelt turisztikai térségben, és nagyon aktívak a kollégák, nagyon nagy kapacitásokkal működnek, illetve nagyon erősen igyekeznek a fejlesztésekre fókuszálni. Nagyon sok pályázat megy be ebből a térségből, nagyon sokan nyernek, és kiváló szolgáltatók vannak jelen ebben a térségben. A tanácskozáson részt vett a Kárpátaljai Magyar Turisztikai Tanács elnöke is, aki a helyi tapasztalatokról számolt be. Jelenleg úgy történik, hogy eljönnek hozzánk a határon átjön a turistabusz, elmegy Kárpátalján kirándulni, ahol vannak ilyen boltok meg lehetőségek, ott megveszik a mindenféle kínai baulit, és mire már odaérnek a vendégfogadóhoz, vagy azokon a helyeken, ahol a magyar terméket tudnak venni, már nem vesznek, mert minden turistának az van, hogy bizonyos összeget magával, azt el akarja költeni arra, hogy most akkor ajándékot visz haza, aztán már nem érdekli. Tehát azt szeretnénk, hogy amikor átjönnek hozzánk a vendégek, akkor először odairányítjuk ezeket a buszokat, ahol igazi kárpátai termékeket tudnak megvásárolni, és aztán fognak már kirándulni Kárpátalján. Új elemekkel bővül idén a minőségbiztosítási rendszer a falusi szolgáltatók esetében. Azt, hogy ezek a termékek, ezek a kínálatok, ez a kínálat, ez milyen erős és milyen színvonalú, ebben nyújt segítséget a szövetségünknek, ugye a napraforgós nemzeti tanúsító védjegy rendszere. 1-4, a jövőben pedig 1-5 napraforgóig van lehetőség egy szolgáltatónak úgymond megmérni magát, minősítetni magát, és ezzel is üzen a vendégeknek, hogy ő milyen színvonalú szállást, milyen színvonalú szolgáltatást kínál. Terveik szerint új honlappal, mobiltelefonos applikációval, valamint turisztikai infopontokkal javítják a kommunikációt a szolgáltatók és a turisták között.